Ifjúsági világ és Európa bajnok lett a kanizsai íjász, Melekes Gergő. A Szexárdon rendezett megmérettetésen több mint 550 sportoló indult. A torna a tavalyi pandémiás időszak miatt egyben LB is volt. A délzalai tehetség az összesen elérhető 840 pontból 835-öt szerzett meg, és végzett ezzel a dobogó legfelső fokán. Gergő felkészülése is jól sikerült, hiszen a világbajnokságot megelőzően harmadik lett az OB-n, a GP sorozat negyedik fordulójában második helyen zárt, míg a terep országos bajnokságon a legjobbnak bizonyult, ráadásul itt két új országos csúcsot is lőtt. Érdekesség, hogy az augusztus 9 és 14-e között tartott világversenyen elért pontszámával Gergő a felnőtt mezőny döntőjébe is bejutott volna. Nem kell sokáig várnia a fiatal tehetségnek a következő kihívásra, hiszen szeptemberben a Poreci kontinens tornán bizonyíthat. Szexádon került megrendezésre a világbajnokság, mely egyben Európa bajnokság is volt, hisz tavaly sajnos elmaradt a világbajnokság, és idén a kettőt együtt pótolták. Ez egy 3D vadászimitációs verseny volt, ami azt jelenti, hogy az erdőben három kialakított pályára élethű állat figurákra kellett lőni, ismeretlen távról, így a nehézséget mint a terep, mind pedig az ismeretlen táv is adta összességében mondhatni, hogy jól sikerült, első helyen sikerült zárom a versenyt, és mind a három nap pontszával elégedett lehetek magammal.